Mint már arról beszámoltunk, diplomátadó ünnepséget tartott a Dunaújvárosi Egyetem múlt pénteken az A épület rendezvénycsarnokában. A 164 sikeresen záróvizsgázó hallgató közül 99-en vehették át okleveleiket a ceremónián. Őket elsőként dr. András István, a Felsőoktatási Intézmény rektora köszöntötte, majd Kovács Pál, a miniszterelnökség paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár szólt a friss diplomásokhoz. Mint mondta, nevezetes napról van szó, mert szakmai életpályájuk lehetőségei küszöbét átlépik most, és egyúttal látható az a garantált utánpótlás, amely a gazdaság töretlen fejlődését tudja biztosítani. Néhány gyorsan elröppenő év, és a tudással és munkatapasztalatokkal felvértezve önök fogják hozni a felelős döntéseket. Az önök nemzedéke építi majd a holnap Magyarországát. És a hazai iparágak az önök munkájáért, munkaképességéért és képességeinkért fognak versenyezni. Tisztelt végzős hallgatók! Milyen is lesz a holnap Magyarországon? Az én vízióm és ennek megvalósításán dolgozó munkatársaimmal nap mint nap, hogy Magyarország gazdasága a jövőben is töretlenül gyarapodjék. A jelenleg is magas foglalkoztatást tovább emelkedjék, és a befektetőket ne az olcsó munkaerő vonzza ide, hanem a megfizethető energia. Környezetkímélő elektromos buszok és autók járják a városok utcáit, és ezekbe viszont klímabarát módon termelt áramot tudjuk tölteni. Mindezeknek a megvalósításában engedjék meg, hogy a szakmámból induljon ki a Paks 2 projekt vállal oroszlánrész napjainkban. Ha egy mondatban kellene összefoglalnom a Paks 2 projekt jelentőségét, akkor azt mondhatnánk, hogy atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs rezsicsökkentés, nincs klímavédelem. A paksi atomerőmű a garanciája annak, hogy a magyar lakosság és a vállalkozások áramellátása hosszú távon is olcsó, kiszámítható és biztonságos legyen. Az államtitkár úgy fogalmazott, a magyar gazdaság hosszú távú versenyképességének szempontjából kulcsfontosságú, hogy a magyar emberek és vállalkozások olcsó villamos energiához jussanak kiszámítható hazai forrásból. A Paks 2 projekt jelen évszázadunk legnagyobb beruházása, amely nem csak a térséget, hanem az egész gazdaságot szolgálja. Bizonyos munkákban, például az építőszerelő bázis létrehozása során a magyar beszállítói arány jelentősen meghaladhatja a 40%-ot is akár. Fontos, hogy arra ösztönözzük a beszállító cégeket, hogy magyarországi telephelyeket hozzanak létre, hiszen mint például akár a General Electric, a Siemens vagy a Framatom cégek esetében részben magyar munkaerővel, magyar adóbefizetés mellett történik a beszállítás. A kapacitás fenntartás komoly nemzetgazdasági előnyökkel jár, melyet szem előtt is tartunk. Az atomerőművű blokkok építéséhez csúcsidőben több mint 8000 embernek ad majd munkát, valamint további 10-15 ezer munkahely létesülhet a kapcsolódó feladatoknak és munkáknak köszönhetően országszerte. Hol tartunk most? A paksi telephelyen 2019. júniusában munkához látott az orosz fél, ahogy fél évszázada az első négy blokk építésekor, most is először a felvonulási épületekkel kezdünk. Elsőként két irodaépület és egy 100 fős konyha építkező épül, majd hamarosan látni fogják, több mint 80 kiszolgáló épület létesül még, továbbiakban irodaházak, szerelőcsarnokok, raktárépületek. Ezek a létesítmények a két új blokk kivitelezéséhez lesznek szükségesek. A felvonulási terület létesítményeinek kivitelezésével párhuzamosan zajlik a két új paksi blokk létesítési engedélyhez szükséges, mintegy 300 ezer oldalas létesítési engedély iránti kérelem összeállítása. Elkészült a már említett dokumentáció, mintegy 175 ezer oldalas műszaki terve. Jelenleg 400 engedély már megvan, és 2020. június 30-áig benyújtják a létesítési engedélykérelmet. Ez a következő nagy lépcsőfok. Ezt a szakértőknek, illetékes hatóságoknak 15 hónap alatt kell értékelnie. Fontos szempont a beruházásnál az is, hogy szolgálja a klímavédelmi célkitűzéseket. Mivel ekkora, ilyen sok szakterületet, tevékenységet, beszállítói köröket érintő beruházásról van szó, szükség van a megfelelő szakemberekre is. A Paks 2 projekt önök előtt is, tisztelt végzős hallgatók, itt vár. Számítunk önökre. A projekt különböző életszakaszaiban a létesítés, üzembehelyezés, tesztelés és a későbbi üzemeltetés során szintén nagy szükség van szakemberekre, képzett, jó, tanuló szakemberekre.
Természetesen nem csak a projektcég kínál elhelyezkedést, a beruházás során számos beszállító létesít telephelyet a térségbe, Dunaújvárosban is, és keres csak szakembereket. Emellett a szolgáltatói szektor is komoly növekedés elé néz, a beruházás idejére ideérkező munkásokat el kell szállásolni, gondoskodni kell az étkezésükről, oktatásukról, egészségügyi ellátásukról és természetesen a szabadidejük eltöltéséről is. Sok szakembernek ad munkát a hamarosan megépülő Paks-Kalocsa-Dunahíd építése is. A 21. század legnagyobb magyarországi beruházása valódi kihívás, kérem, hogy vegyenek részt benne önök is. Beszéde végén az államtitkár gratulált a végzős hallgatóknak a diplomájuk megszerzéséért, és sok sikert kívánt nekik a továbbiakban, a szakmai munkájukban, az élet minden területén.